növényvédő mérnöki és növényorvosi kamara 14. alkalommal szervezte meg azt a találkozót, ami a szakma legnagyobb seregszemléje. Szeretném hangsúlyozni, a két kamara közötti együttműködés, stratégiai kapcsolat az elmúlt években inkább csak erősödött, hisz mindannyiunknak az az érdeke, hogy az a gazdatársadalom, amelyik a mindennapi kenyerét termeli meg a nemzetnek, az a lehető legmagasabb színvonalú növényvédelmi megoldásokkal találkozzon, és minél kisebb környezeti terheléssel tudja előállítani az élelmiszer. Nagyon sok közös dolgunk van, például közösen üzemeltetünk egy olyan előrejelző rendszert, aminek segítségével a gazdák pontosabban, gyorsabban és olcsóbban tudnak védekezni a különböző kártevők ellen. Nagyon sokat kell küzdenünk majd azért a következő időszakban, hogy a különböző lobby érdekek miatt a piacról kivonni szándékozott növényvédőszerek közül csak azokat vezessék ki valóban a piacról, amelyeket tudományos úton bizonyítottak, hogy károsak akár az emberi egészségre, akár pedig a környezetre. Azt gondolom, nagyon sok van azonban ezek közül, amelyek semmilyen ilyesmivel nem vádolhatóak, tehát okszerű használat mellett inkább csak segítenek a magyar gazdatársadalomnak.